Holnap is egy régi munkatársul a Híradó műsorvezetői székébe. Hardi Mihály kollégám Moszkvából tudósította a Híradót, szerintem a hangjára sokan emlékeznek, illetve arra, ahogy a hideg orosz télben Usankában állt a Kreml előtt. Vajon mit tenne önök közül bárki, ha bekopogtatnék és neki szegezném a kérdést, meg ezt a pisztolyt, hogy hajlandó-e családja biztonságáért nagyobb összeget áldozni? Az akkori sajtó legfiatalabb külföldi tudósítója volt, 28 évesen. Hardi Mihály rövid idő után otthonosabban mozgott Moszkvában, mint Budapesten. A magyar nézők usankás bejelentkezéseire emlékezhetnek leginkább. A Glasnost újabb jele, hogy a MiG-29-eseket gyártó üzemben a szószoros értelmében mindent megmutattak. Mint láthatják, még a pilótakabinba is be lehetett ülni. Én nagyon szerencsésnek érzem magam azért, mert végigjárhattam a szakmai szamárlétrát. Tehát az alapoktól, a hírírástól kezdtem el tulajdonképpen a szakmát, annak ellenére, hogy amikor elkezdtem dolgozni, akkor nekem újságírásból volt diplomám, illetve három nyelvből volt már felsőfokú nyelvvizsgám, de hát a szakmai alázat, ugye, el kell kezdeni a szakmát az alapoknál. A Hardi Misi viszont egy szakmailag nagyon gyakorlott ember volt, hiszen moszkvai tudósító volt, mielőtt az egyenleghez került, mielőtt az egyenleg 91-ben elindult. Történelmi pillanatokat élt át külföldön. Az itthoni eseményekről viszont csak újsághírekből értesült. Gyakorlatilag a gorbacsovi éveket tudósítottam végig, majdnem az elejétől a végéig. Tehát a perestrojkát, a glasnostyot, az összes rakétatárgyalást, a Szovjetunió széthullását, ha tetszik, az egész világ megváltozását. 1980-tól 17 évig volt az MTV-nél. Később a TV3 híradójánál volt helyettes vezető, majd az ATV híradójának volt főszerkesztője, hírigazgatója. Most egy multinacionális áruházlánc kommunikációs igazgatójaként tér vissza egyestére a Híradó műsorvezetői székébe. Ez volt a Híradó szombat este. Lássuk a legfontosabb témákat röviden. Máshol szólt a telefon. A cella információk ellent mondanak a nemi erőszakkal gyanúsított rendőrök vallomásainak. Szezonnyitó a Balatonon és a Velencei tónál. A fürdőzők azonban egyelőre inkább a strandokat választották. Belügyi katonákat vezényeltek Kijevbe. Az államfő és a kormányfő továbbra is arról vitázik, hogy ki irányítsa őket. Nyitott pincék. 3 napig féláron lehet megkóstolni a borokat az ország több mint 100 pincészetében. A Híradó végén tisztelettel köszönöm figyelmüket. Mint ahogy köszönöm a kollégáknak is a megtisztelő felkérést, így lehetővé vált, hogy egy este elejéig önökkel lehettem. Legyenek a nézői a Híradónak, ha teheti késő este is, azaz egészen későn, 00:30-kor, amikor is Süveges Gergő köszönti majd önöket. Áldott pünkösdi ünnepet, a jövőre nézve kívánok önöknek minden jót.